Jó napot, jó napot, kedves nézőközönség! Én Matavarna vagyok, és ez itt a Let's Play Crusader Kings 2 következő része. A legutóbbi részben tovább folytattuk terjeszkedésünket a lengyel területeken, valamint Seljuk tovább folytatta a terjeszkedését a kun területeken. És azt hiszem itt az ideje, hogy megpróbáljuk átéríteni Ruthéniát a keresztény hitre. Ezzel eddig azért nem próbálkoztam, mert reméltem, hogy itt egy-két hercességet meg tudok magamnak szerezni, viszont most, hogy Seljuk határos Ruthéniával hadat tud üzenni a teljes ruténiai királyságért. És hogyha egy ilyen háborút megnyer, az azt jelenti, hogy határos lesz velem, aminek nem örülnék. Szóval, hogyha Ruthéniát átérítjük a kereszténységre, és Seljuk megtámadja őket, akkor remélhetőleg be tudom rángatni a többi európai királyt egy háborúba Ruthénia oldalán a Seljukok ellen, és Ruthéniát ütköző államát tudjuk alakítani. A kunok viszont rácsesztem, mert őket már nem tudjuk átéríteni, mert megreformáltam magukat, úgyhogy őket kiírtják. A testvérünk Máramaros hercege, megint változott a címerünk. Máramaros grófja Albert meghalt komában, ágyban. Szar neki. Egy pillanat. Oké, itt is vagyunk. És a fia Vladislav örökölte a hercegséget. Ezzel a házzal több házasságunk is van. Mi van még a kezükben vajon? Szerintem a grófságon kívül semmi. Vagy a szilíziai hercegségen kívül semmi. Ja, semmi. Kivéve, hogyha ez zágít lenyúlik esetleg. Melyik? Ja, alsó szilézia. Ja, van egy grófságuk. Akkor még van egy grófságuk ezen kívül, oké, akkor nem teljesen hal ki a ház. A fenébe letartóztatták. Akkor még nem térítjük át Ruthéniát. Ki tudnék még áttéríteni esetleg, hogy kívánok mennék is valamire. Azzal, hogy permet áttérítem szarra sem megyek. Tényleg, hogy nem reformálták még meg a vallásukat? Hát az ő kezükben volt ez. Novgorod meg. Ja! De, Riazan is az ő kezükben volt. Ja, de sosem volt egy kézben. Értem. Amúgy ez egy baromi jó címer. Na. Pomerániát másleg nem érdemes áttéríteni, többre megyek vele, hogyha egyszerűen elfoglalom a területüket. Itt még nem egészen dölt el a háború, úgyhogy lehet, hogy értelmes lenne indítani egy szent háborút, mondjuk valami kis kis grófságért. Ő még hűbéres, ő viszont nem. Oké, aztán ezért a grófságért hadat üzenünk, oda küldjük a lovasságunkat. Szerintem olyan gyorsan... Micsoda? Ó. Oh. Akkor mégsem, mert nem csak ez egy grófsága van. Az idem, hogy csak az egy grófsága van. Azt akartam mondani, hogy ilyen gyorsan be tudunk venni egy darab grófságot, hogy nem lesz idejük reagálni. Ó, viszont Brandenburgot bevehetjük, és ideje lenne átnevezni Brandenburgra, én a mondó vagyok. Na, hívjuk össze a hadsereget. Két grófságot csak el tudunk foglalni. Persze, kínozzuk meg a papot. Sikerült. Akarsz fizetni? Akarsz. Most már. Téged miért akar? Mert meg akarod ölni, aki... Nem ölöd meg a fiamat, te rohadék. Te mire akarsz jogot? A Meissen-i hercegség? Az a mi kezünkben van? Nem. De a mi kezünkben lesz. Nem, a dinasztián kezében lesz. Na mindegy. És kinek a hűbére se vagy. Én inkább még nem adom neki, mert... Ennél a nőnél van a Meissen-i hercegség, de nem akarok neki túl sok hatalmat adni, mert utál minket. Majd talán, hogyha az unokánké lesz a... hercegség, akkor talán átadjuk neki a hatalmat. Na. Add vezéreket a haderő élére. Támadás. Oké, ezeket elkapjuk, a fősereget megsemmisítjük, az remélhetőleg ad egy kis plusz pontot a háborúba. Megöltük az egyik legjobb hadvezérét, remek. Úgyhogy oda küldjük a sereg maradékát is az ostromhoz. Uff, 39% reflexből. Sajnos lemorzsódunk, úgyhogy rohamozunk azonnal. Nincs idő várni. És a miénk Brandenburg. Az melyik királyság? Ja, és ez a Vend Birodalom része.
Oké, okay, akkor ezzel a terjeszkedéssel sokat nyertünk. Most úgy döntöttem, hogy hagyom a fenébe a Kárpát-medencén túli területeket, tehát eddig kiterjeszkedünk, aztán ennyi elég lesz délre, és megpróbálom megalapítani a Vend birodalmat. Ahhoz még hány grófságra van szükségünk? Még sokra. Főleg, hogy birodalmaknál nem elég, hogyha a terület felé birtokoljuk, a terület 80%-a kell. Soproni, Litold, tied lesz, Altmark. Már se furcsa, ja, de átneveztük Brandenburgra, oké. Okay. Mondjuk, ez nem biztos, hogy logikus, mert ugye mi is szlávok vagyunk ugyanúgy. Na mindegy. Zavihosti, Arnost. Ó, milyen jó címered van. Én miért nem ilyeneket kapok? Mondjuk az, amit visszaváltott a címerünk temek. Épp akartam mondani, hogy az új címerünk nem is rossz, de jó. Oké, felveszünk még egy ecsényi huszárt. Még két ecsényi huszárt az állandó egységünkbe. Egyet a szárnyra, egyet középre. Nem kettőt a szárnyra. Remek! Amúgy az a helyzet, hogy a kereszténység vészesen úgy tűnik, hogy alul fog maradni a vallásháború, a vallások terjesztésében, mert Seljuk megszerezte a Sztyeppéket, a kalifa megszerezte Kis-Ázsiát és a Balkán jó részét, a siáké még fél Spanyolország, a szlávokat úgy tűnik nem tudjuk áttéríteni, a finnekre pedig esélyünk sincs, vagy lerohanja őket Seljuk, vagy egyszerűen nem fognak áttérni. Ez viszont itt egy önálló grófság, szóval ezt bevetjük. Szent háború Mazóviáért. Egy pillanat. Oké, itt is vagyunk. Összevonjuk a hadsereget oda. Miután csak egy grófság van, szerintem le tudjuk őket blitzelni, még mielőtt véget érne a háború, annak ellenére, hogy itt egy eléggé komoly ostromló erő van a fővárosban. Autósav? Most csak szerencsénk van, hogy mostanában nem fosztogatnak a vikingek. Az szokott lenni a legszemetebb, amikor lejönnek a különböző folyókon, és akkor így tik-tik-tik-tik kifosztják az összes partmennyi területet. Tehát például általában lehajóznak a Dunán, útközben kifosztják Sopront, és tovább hajóznak mondjuk Konstantinápoly fele, vagy valami ilyesmi. Ja, meg ugye az Elbán természetesen el lehet jönni Prágáig. Az egyik játékomban konkrétan inváziót hirdettek a cseh királyságért. Az volt a legrosszabb. Na, meneteljünk Czerszk ellen. Ó, remek, technológia. Hajóépítést tudom belőle szponzorálni. Hát jelenleg nincs tengerpartunk. Ha lesz, akkor már nem a fővárosból kell majd a technológia. És bum, miénk Mazovia. Még nem értem, hogy miért nem tért át reflexből. Tehát, hogy egy grófság vagyis megtámad egy királyság, akkor így áttértünk, kész. Modori milic, tiéd lesz Czerszk. Egy önálló herceg egy területtel. Oké, neked is adat üzenünk. Mondjuk te balti pogány vagy, de a balti pogányok éppen eléggé rendesen el vannak foglalva azzal, hogy csapkodják egymást, szóval hadsereg összehív. Mások úgy azért terjeszkedek ilyen gyorsan, mert csak időkérdés, hogy Seljuk eléri a határunkat, és akkor kell a hadsereg. Inkább most vesztek több katonát, mint hogy akkor ne legyen. Főleg ugye, hogy kell egy jó 15 év, azt hiszem? Jó 20 év ahhoz, hogy használhatóvá váljon a terület, hogyha más vallású. És itt nincsenek igazán katolikus területek, ha jól emlékszem. Úgy tűnik Poroszországot megtérítették. Ezt nem tudom, hogy angol szászok Poroszországba? Ja igen, ezt furcsáltam valamikor, amikor még képen kívül válogattam, hogy most már nem, de korábban egy angol szász nemesi családé volt az egész porosz terület. Most már úgy tűnik, hogy ő maradt egyedül. Northumbriai. Várjunk, ezek a Northumbriai? Nem. Kelet-Angliából származnak, akkor nem tudom, hogy miért Northumbriaiak, na mindegy.
de egy angol száz családé volt. Érdekes. Nem tudom, hogy került a kezükbe, de... vannak ilyenek a Crusader Kingsbe. Ó, a rohadt életben is fejlettem ezt a szerencsétlen kalandozót. Meg akarja szerezni magának a Balatont. Azok a kelet-német turisták ember, azok kellenek neki. Oké, ha elkapjuk azt a hadsereget, szétverjük, beveszünk ezt a grófságot a lehető leggyorsabban. És utána rögtön felkészítjük a hadsereget arra, hogy visszaverjük ezt a kutánt. Remek, elfogtuk azt a feleségét? Nem, a lányát. Bum, poddéz a miénk. Úgy érdekes lenne esetleg átérni a szláv hitre, és megreformálni úgy. Úgyhogy ha megalapítom a Vend birodalmat, akkor lehet, hogy azt fogom csinálni, az érdekes lenne. Makói Havel tiéd lesz az a terület. Na, hol van ez a bizonyos hadsereg? Úgy tűnik a főerő még a Kunország mélyén van. Ja, amúgy a Kunok harcolnak Szeldzsukkal már megint. Valamiért a Kunok úgy döntöttek, hogy jót lenne megtámadni Szeldzsukot. Ami érdekes, de amúgy úgy néz ki, hogy nyerik a háborút. 28%. Hát mondjuk... ó, várjunk, mi van? Ruténia megtámadta a Kunokat? Ja. Ruténia megtámadta a Kunokat és elfoglalta ezt a területet. Úgy tűnik falat építenek mondjuk a Szeldzsukok és a Kunok közé, aminek őszintén szólva örülök, mert jobban szeretném, hogyha Szeldzsuknak nem csak egy országon kéne átzabálnia magát, még mielőtt elér engem. Ott maradtak, ott nem morzsolódtak le. A biztonság kedvéért behívjuk Dúra királynőt. Mi a f... Olaszországban bevezették a választásokat, és Adriana genovai hercegnő fogja megörökölni Olaszországot. Az Asti házból. Ezek erősek most, azt hiszem övék Franciaország és Akvitánia is. Ami mesleg közben felszakadt. Nem, Franciaország egy karolingé, Akvitánia pedig szintén egy karolingé. Mi az Isten történt itt? Meghalt az öreg király. És a fia elvesztette mindkét királyságot a karolingok ellen. Karolingházat adom úgy nehezebb kiírtani, mint látszik. Mindenhol ott vannak és mindig visszatérnek. 16.000 ember, ezzel elbírunk. Ez akkor lett volna vészes, hogyha mondjuk... hoppa, az ott már lehet, hogy sok lesz. Ez akkor lett volna nagyon vészes, hogyha mondjuk éppen Pomerániával folytatom az egyik nagy háborút, vagy ilyesmi. Vagy mondjuk egy háború után, amikor éppen le van morzsódva a haderőm. Úgy tűnik csak két szárnyat alkalmaz, aminek köszönhetően eléggé rendesen sikerül... amiért eléggé komoly bónuszokat kapunk a jobb szárnyon. Na, szerencsére nincs területe. Szóval ez elég, hogyha a francba véletlenül megnyomta a menekülés gombot. Ezt utálom. Ilyenkor feljöhetne egy biztosan el akarsz menekülni üzenet például. Na mindegy, szerencsére nem vesztettünk embert, legyünk inspiráló vezetők. Ez ad bónuszt, hogyha mi vagyunk a hadsereg közepének parancsnoka. Szeldzsuknak még Erdélyben is vannak bárói birtokai, úgy tűnik. Ilyenkor néha elég érdekesen működnek a dolgok, mert hogyha például van mondjuk itt egy kun nagyfőnök, akinek vannak itt is birtokai, akkor úgy, ahogy van Szeldzsuk húbéres lesz, és az itteni birtokai is Szeldzsuk kezébe kerülnek. Ez már csak a mongolokkal is ugyanígy van, ha jól emlékszem. Van egy új nemesünk, Jarocini Zidik. Vagy Zidik, vagy Franced tudja. Ránk bebörtönöztük az öreget. Ó, jagbújdák! Tényleg velük mi történt? Hol a fej? Megtartottak egy grófságot. Ő eredetileg övék itt a... ha jól emlékszem, Türkesztán az a játék elején. Általában vagy megeszik őket a kunok, vagy megeszik őket a muszlimok. Ez esetben azt hiszem a kunok voltak a hibásak. Vagy a tettesek. De amúgy egész érdekes játékokat lehet velük kihozni. Emlékszem, én egyszer lerohantam velük Kívát, és utána egyesítettem velük Perzsiát, aztán átértem az olasz János hitre. Bizánc pedig visszaállítja hatalmát szépen lassan. Mondjuk ez egy eléggé lassú folyamat, ezért nem akartam Bizánccal játszani, azután, hogy elvesztettük a görög területeket. Ó,
nagy Jutta a bajor királynő meg akarja növelni a korona befolyását Bajorországban. Nekem az érdekel, hogy Bajorország gyenge maradjon. És úgy tűnik megszerezte magának karintiai herceg Szlavóniát. Ja, mert nem volt bizánc hűbéresei, tiszta célpont volt a német hercegeknek. Törtogul. Mi lesz itt? Kozel. Kozel, kolbász van itt minden, ami jó. Téged vissza tudunk szolgáltatni egy kis pénzért? Nem. Ja, hogy a mi udvarunkban vagy, akkor áttérítünk. Szerencsére, amikor börtönben van valaki, akkor nem tud nemet mondani az áttérítés ajánlatra. Várjunk. Ja, ők után, ő üzent nekünk az előbb hadat. Inkább nem teszünk meg a mesterünknek. Nem biztos, hogy a legjobb ötlet lenne. Pomeránia úgy tűnik lenyugodott. Új király van Pomerániában? Yep. Akkor háború. Ups, egy pillanat, aztán a mikrofonom odaép csúszott fél métert. Amint mondtam, háború, mégpedig Veligardér, ugyanis innen jön a legtöbb katona állandóan. Úgyhogy most megsemmisítjük. Főleg, hogy most a Veligardi herceg el van foglalva azzal, hogy valami másik hűvéressel harcot folytat, és gondolom le vannak morzsolva az erői. Hívjuk be az olaszokat. Most először megpróbálom nem megszállni a területüket, hanem egy döntő csatában megsemmisíteni a főerejüket. Mondjuk egy 10 000-es sereg szerintem elég lesz, úgy. Na, ok, utána jó katonai vezető is. Lehet, hogy majd adok neki valami kis területet. Megtenné a Balaton hercegének. Ember, csak kérned kellett volna, nem kell itt hadat üzenni. Ó, Altmarkellen vonul a fülerővel, Veligardból. Oké, valaki jogot szerzett a területemre, nem érdekel, én vagyok a legerősebb európai király, szóval ez nem okozhat gondot, főleg most, hogy ketté vált Akvitánia és Franciaország. Oké, úgy látom, hogy az olaszoknak köszönhetően elpingpongoznak itt, én pedig be tudok sunyogni mögéjük, és pont nem érek oda a fenébe. Nem baj, egyesült olasz és nagymorva erőkkel most megtámadom. Úgy, 18 000 ember 8 000 ellen. Időközben itt van a saját 18 000-es haderőm. Ezzel a főváros ellen menetelünk. Mit keresnek itt burgundiai erők? Azok nem burgundiai erők voltak? Nem? Ahol valamelyik norvég herceg, vagy norvég gróf. Mi folyik itt? Polgárháború? Polgárháborúja. Az Ingling dinasztia és az Ingling dinasztia másik tagja között, vagy Üngling, vagy Franz, ugye hogy kell kiejteni. Bonyolul nekem ez a nyelv. Oké, ott jól bekerítettük őket. Ja, az olaszok elintézik, oké. Viszont ezt a háború gyorsan meg kell nyernünk, mert most morzsolódik le a hadseregem az ostromlás miatt. Szerencsére az olaszok úgy tűnik levadásszák a hadsereget. Oké, nyertünk. Ó, elfogtunk valami szerencsétlen orosz kinézetű gyereket, meg valami szerencsétlen nőszemélyt. Egy báró örököseinek a gyerekei, szóval nem fontos. Oké, remek. Újabb 3 grófsággal állunk közelebb a Vend Birodalomhoz. Itt egy katolikus se volt még, ez fura. Általában ez az a rész, ahol a németek néha-néha kiirdetnek egy szent háborút, amikor polgárháborút vívnak és a hűvéresek áttérnek. Az ott a miénk? Ja. Kután? Megteszünk téged Verla grófjának, Rostock grófjának. És nem tudom elkunyizni Veligardot. Szépen fogalmazva bitarolni. Szóval, mert amúgy Kután meg fogom tenni hercegnek ott. Ja, hercegnek. Egyrészt mert érdekes lenne itt látni kialakulni egy kis kun blokkot, másrészt meg mert ezt a területet nem akarom közvetlen irányítás alatt tartani. Lázadozik, más a hite, más a kultúrája, idegesítőek. Ja, és sokan vannak. Az a legrosszabb része. Ja, ez pedig Grád, nem pedig Gard.
különben most nyertem háborút. Ó, Litvánia megint elkezdte visszanyerni az erejét. Egy pillanat.